A kormány 2022 őszétől átmenetileg több alapvető élelmiszerre is bevezette az árstopot. Ezek között számos olyan is szerepel, amelyek a karácsonyi menü alapanyagának számítanak. A termékek beszerzése és az árak nagy mértékben megnehezítik a vállalkozók, cukrászok helyzetét is. Többen a raktáron lévő termékekből élnek, de a felhasználandó mennyiség egyre inkább csökken. A Híradónk által megkérdezett helyi vállalkozók, cukrászok próbálnak tartalékolni, hiszen nem tudni, milyen változások lesznek még a közeljövőben. Berta Csaba is előre gondolkodott. Mint elmondta, a tojásnak és a tejnek az ellátása egyelőre még biztosított, a húsnak januártól pedig drasztikusan emelkedni fog az ára. Mint minden, minket is ez a liszt cukor téma ez nagyon befolyásol. Hát a beszállítóktól igazából tudunk beszerezni, úgyhogy még van. Egyelőre próbáltunk raktározni, amennyit lehet, és hát a bizonyos kereteken belül, de igazából a jövőt illetően nem tudjuk, hogy mi lesz. Jakab Dávid desszert szakásnak is nélkülözhetetlenek ezek az alapanyagok. A beszállítói folyamatosan biztosítják számára a rendelt mennyiségeket, de az árak emelkedése őket is nehezen érinti. Hát mindenféleképpen mi kereskedelmi áron, nagykereskedelmi áron vásároljuk, ugye, mint vállalkozók a lisztet, de hát nyilván minket is érint, mert ugye a termelők ebből kifolyólag ugye az ársapka miatt megemelik az áraikat, és ez ránk is hatással van, nem csak a liszt, hanem a tojás tekintetében is. Van neked esetleg raktárba több? Felkészültél ezzel kapcsolatban? Hát az a szerencsénk, ugye, hogy a partnereink biztosítják nekünk a kellő mennyiséget. Egyetlen az, ami nehezen érint minket az ár, mert ugyanazzal az áréssel kell dolgoznunk, mint eddig, de nyilván nehéz beépíteni ezt a megemelkedett alapanyagköltséget. Az ársapkás termékek listáján jelenleg 8 alapvető élelmiszer szerepel. A korlátozások április 30-áig tartanak.